szeretném nektek bemutatni Aladárt, már olyan 10 naposan fogadtam örökbe. Hát nem volt egyszerű egyébként az elején, mert többször harapott is, tehát amikor a fenekéhez nyúlt valaki, érződött, hogy valaki bántotta. Jókor mondod. Mi? Jó? Hát most már téged nem, most már azért érzi, hogy jó helyen van, biztonságban van, de az első időszakban engem is sokszor megharapott. Tánc? Tánc? Jaj, tánc! Okos vagy! És most jön a Aladár színészi trükk. Bang, bang! Bang, bang! Bang, bang, bang! Bang, 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 bang! Köszönjük. Egyébként kíváncsi vagyok, hogy neked megcsinálja vajon? Nem az a kérdés, hogy megcsinálja nekem vagy sem. Én mindig azt szoktam mondani, és kérlek kérdezd jól, hogy csupa hasznos dolgot tanítok meg a kutyának. Tehát én ebben nem vagyok jó, nem vagyok otthon. Nagyon cukik voltatok, mindent nagyon jól csináltatok. Én azt gondolom a kutyák tanítása során, hogy először meg kell értetnünk a kutyával, hogy mit szeretnénk, aztán időt kell hagyni a rutinszerzésre, és csak ezután szabad követelni. A legtöbb ember egyébként egyből követel a kutyájától, és egyébként a kéz gyakorlatot akarja minden esetben szinte megtanítani, ráadásul éles helyzetben. Mivel ugye ő szobakutya, ezért ilyenkor mindenképpen adok már rá ruhát, hiszen ő is ugye megszokja, hiába van rajta szőr, vagy van bundája, ő is megszokja azt a hőmérsékletet, amiben egész nap van, ezért én szeretem ilyenkor felöltöztetni. A lakásban tartott kutyáknak szőrtől függetlenül szüksége van erre, főleg a kistestűeknek, akiknek nagyon hamar áthűlnek az izületei izmai, és bizony tud egy traumás sérülést is szenvedni egy sima séta során. Aladár egyébként fehér szőrzetű kutya, szokták mondani, hogy ezek a fajták sokkal hajlamosabbak az allergiára, ez rá is igaz, ő is mindenre szinte allergiás, ez 8-9 éves korára ki is jött, hogy sajnos viszket tőle, rágja a mancsát. Az étkeztetésben nagyon hiszem azt, hogy karácsonykor maradunk a saját ételénél, amit megszokott, és még egy keveset sem adunk abból egyébként, amit megszokott, sem a halászléből, sem a csokiból, hiszen az ünnepi ételekben rengeteg olyan dolog van, ami a kutyára veszélyes, és még akár halálos is lehet. Dózistól, illetve mennyiségtől függően. Kutyareform Budapesten. Olyan témákat ölelünk fel ezen a kutyareformon, ami a hétköznapi kutyatartóknak a mindennapjaikban jelen van, hogy nem tudja pórázon sétáltatni, hogy fél vagy, hogy éppen agresszívot mutat egy másik kutya vagy ember iránt, hogy mindig mindent felszed a földről, hogy felugrál, hogy nem lehet otthon hagyni, mert ugat, hogyha elengedik, nem tudják visszainni. Tehát olyan problémákra adok ott nagyon hatásos és gyors megoldást, amivel szerintem minden kutyatartó szembesült az élete során.